A többi sportág képviselőihez hasonlóan az atlétákat is a falak közé kényszerítette a koronavírus járvány. Normál esetben májusban indul a szabadtéri idény, jelen helyzetben azonban csak abban bízhatnak a magyar atléták, hogy a nyár végén legalább az országos bajnokságot meg tudja rendezni a szövetség. Miután minden világverseny lebontak ebbe az évbe, nekem Péter van, aki nemzetközileg készültett volna Európa-bajnokságra, és leg olimpiára, tehát ezek nem lesznek, viszont a Magyar Atlétikai Szövetség mindenképpen akar egy versenyidényt, még akkor is elcsúsztatva. A jelenlegi tervek szerint augusztus elején lenne a magyar bajnokság, és akkor utána megtartaná a csapatbajnokságot, meg minden korosztályos bajnokságot. Tehát végül is nekünk most a cél a korosztályos bajnokságok és a csapatbajnokság. Az őszi versenyszezonra ezek lennének a célok. Mint az edző elmondta, ebben a helyzetben is igyekeznek motiválni a sportolókat. Abba egyeztünk meg itt a többiekkel is, meg főleg Petivel, meg a nagyobbakkal, hogy szinten tartás folyik, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi körülmények között ugye zár van a csarnok, a Continental Arénát tudjuk néha használni, és ezen kívül természetesen az adott körülmények között terepen itt van egy nagy lőtér, tehát olyan helyen tudunk edzeni, meg olyan dolgokat, amik adottak, tehát igazából komoly speciális munkát nem tudunk végezni, ugrani nem tudunk. Marad az, hogy a fizikai képességeket próbáljuk esetleg szinten tartani. Személyes kapcsolatom nincs a kisebbekkel, ők hetente kapják az edzéstervet, jönnek a visszajelzések. A csapat egy jó része, a nagyobbik része, a lelkesebb, az készül, alig várják, hogy a stadion tudjuk használni, és akkor tudjunk újra keményen edzeni. Tehát én azt gondolom, hogy azoknak a gyerekeknek a magyar bajnokság a fő cél, tehát lelkesednek, és már hiányzik nekik nagyon az igazi edzés. Az előző, sérülésekkel nehezített év után Bakosi Péter az idei nyáron a következő idény alapjait kezdi lerakni. Kényelmesen készülök, igazából a nyári szezon az csak egy ilyen átvezető lesz, a téli alapozásomra is készülök a jövő olimpiára.